Na, kezdjük el! Sziasztok, én Pavló Péter vagyok, ez pedig itt a Térerő, amely adásban pedig mi másról is lehetne szó, mint arról, hogy a Samsung végre bemutatta a Galaxy S8-at, de előtte néhány szó arról, hogy ma miért fogok ennyire hunyorogni. Egyrészt sikerült tegnap este egy kicsit túltolnom ezt a munkakérdést, ami azt is eredményezte, hogy összességében egy 4 óra hosszát tudtam aludni, és hát ez nem egészen annyi, amennyire nekem szükségem lenne. Másrészt pedig itt az allergia szezon. Most nagyjából úgy érzem magam, mint Dracula és Frankenstein törvénytelen gyereke. Kerülöm a napfényt és hörgök. Emiatt pedig ma már a harmadik kávémon vagyok túl, ami ahhoz képest, hogy alig múlt dél nem épp egy egészséges dolog, viszont abszolút szükségszerű. Nem, ez nem helyes, nem így történik. Menjen innen! Mondja, mitől fél? Ez csak trükk! Igaza volt, Smith. Mindig igaza volt. Ez így szükségszerű. Emiatt aztán a mai adást nem is jöhetett volna létre, ha nincs Ödön, a kedvenc kávésbögrém, aki nagyjából 10 éve segít nekem abban, hogy reggelente az egysejtűekből a csalánozók állapotába eljussak. Úgyhogy a mai hasznos tanács, hogy mindenkinek legyen egy kedvenc kávésbögréje. Na de beszéljünk most egy picit fontosabb dolgokról. A Samsung ugyanis a héten bemutatta végre a Galaxy S8-at, ami valószínűleg az első olyan készülék, amit jobban vártak ők, mint a közönség. Na jó, ez talán így nem teljesen igaz, de az egészen biztos, hogy a Samsung most jobban izgul az S8 miatt, mint a leendő felhasználók. Ami azért nem annyira meglepő, hiszen az előző készülékük, a Note 7-es, az gyakorlatilag selejt volt. Tudjátok, ez volt az a telefon, ami az akkumulátor miatt folyamatosan kigyulladt, és bár a Samsung megpróbálta cserélni és javítani ezeket, a végeredmény az lett, hogy a cég az összeset visszahívta. Éppen ezért nem is annyira kapkodták el a bemutatót, eredetileg ugyanis a barcelonai Mobile World Congressen kellett volna lerántani a leplet a Galaxy S8-ról, a dél-koreaiak viszont úgy döntöttek, hogy megvárják vele a március végét. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy én sokáig Samsungos voltam. És én ide is hoztam nektek azt a telefont, ami hosszú éveken keresztül szolgált engem, csak az Istenért se találom. Ah, megvan. Na, gyere csak ide. Szóval nekem az első Samsungos telefonom az a Galaxy S2 volt, ami tekintetbe véve azt, hogy én leginkább munkára használtam ezt a telefont, tökéletesen kielégítette az igényeimet, és olyan szinten bíró volt, hogy hosszú éveken keresztül nem voltam hajlandó megválni tőle. Egy idő után viszont már kiderült, hogy ez a telefon nem lesz elég, hiszen a mobilipar néhány év alatt óriásit fejlődött, nekem pedig szükségem volt egy gyors és megbízható készülékre. És ekkor írtunk 2015-öt, amikor a Samsung képes volt kijönni egy olyan készülékkel, aminek nem lehetett bővíteni a memóriáját. Igen, S6, pontosan rólad beszélek. És igen, igen, tudom, lehet erre azt mondani, hogy a 64 meg 128 GB-os belső memória már elegendő, meg hogy különböző tokokkal és trükkökkel ki lehetett eszközölni azt, hogy microSD kártyát is társítsunk a telefonhoz, de könyörgöm, egy 250-300 ezer forintos készülék esetében azért ne legyen már olyan, hogy nincs rajta egy slot, amiben egy microSD kártyát bele lehet dugni. Szóval jött a Huawei és a P8, ami harmad annyiért gyakorlatilag az akkori androidos telefonok között a legjobb volt. És őszintén szóval nagyon fájt a szívem, hogy le kell cserélnem a Samsungos telefont egy másikra, de megmondom őszintén, azóta sem váltam meg ezt a döntést. És hogy milyen lett a mostani telefon? Nagyon-nagyon fasza. Nagyon is komolyan elgondolkodtam azon, hogy a Huawei-t nyugdíjazom és visszatérek a Samsunghoz. Első ránézésre ugyanis a telefon nagyon-nagyon jól sikerült, és amellett, hogy nagyon szép, hozott egy rakás újdonságot is. Szélesebb lett a kijelző, de a telefon nem. Eltűnt róla a fizikai home gomb. A világon először ebbe a telefonba került bele a 10 nanométeres gyártási technológiával készült chip, ami kisebb, mint egy átlagos politikus nyilatkozatának igazságtartalma. A legnagyobbat viszont nem is ezekkel, hanem a DeX nevű funkcióval villantotta a Samsung, ami gyakorlatilag asztali számítógépet csinál a mobilból. A mobilt elég beletenni egy dokkolóba, a billentyűzetet, monitort és egeret kell csatlakoztatni hozzá, és kész a számítógép. Legdurvább viszont az az egészben, hogy a telefon tényleg annyira erős, hogy ma már képes kiváltani egy kisebb Windows-os számítógépet. Ha jól hallom, valahol egy vágási feri szájában épp most futott össze a nyál, annyi csodát tudna tenni bele. De ha lenne 10.000 forintom, holnap megvehetném a géphez ezt az új eredeti Microsoft Windows 95 programot. És akkor dolgozhatnék itthon is a benti munkáimon. Sőt, egy csomó más csodát is művelhetnék. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy így tényleg csak asztali gépként tud funkcionálni, pedig mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha lenne egy laptopváz, amiben oldalról csöbetjük a telefont is, mert mehetünk is. Nekem például ez egy baromi kényelmes megoldás lenne, ugyanis egész nap viszem magammal a gépet és pötyögök, és hát mennyivel egyszerűbb lenne két készülék helyett egyet vinni. Jó, tudom, lehet erre azt mondani, hogy igazából a két készülék már olyan sokkal több helyet nem foglal, mint egy, de hát azért mégiscsak mennyivel kényelmesebb lenne, hogyha egy dologra kell figyelni, nem kettőre. Ráadásul az Apple-től nem olyan régen kiszivárgott
elszivárgott egy terv, ami arról szól, hogy a touchpad helyére kell majd betenni az iPhone-t, és azon keresztül lehet majd irányítani, és hát ez már nagyon-nagyon közel van ahhoz a koncepcióhoz, amit a Samsung most nem csinált meg. Viszont, hogyha a telefonnak összesen ennyi a hátránya, akkor azt hiszem, egy igen jól sikerült készülékről beszélhetünk. Ja, és arról sem feledkezzünk meg, hogy a telefon képes a több ablakos módra, ami azt jelenti, hogy míg az egyik oldalon mondjuk a böngésző ablakok vannak nyitva, addig a másik oldalon bármi más csinálhatunk, kamerázhatunk, beszélgethetünk az ismerősökkel, játszhatunk, egy szóval gyakorlatilag mindenre jó. A telefon maga nagyon könnyű, a lekerekített kijelző továbbra is iszonyatosan jól áll a Samsungnak, és igazából kezelni is egyszerű, ugyanis az elmúlt évek alatt már megszokhattuk azt, hogy a hüvelykujjunk nem fog odaérni a képernyő összes sarkába, úgyhogy már azt sem kell megszokni, hogy egy nagy kijelzőről beszélünk. A készülék ára idehaza meglehetősen húzós lesz, a sima S8 ugyanis 275, az S8 Plus pedig 300 ezer forintba fog kerülni, vagyis drágábbak lesznek, mint a jelenlegi iPhone 7 alapmodell. Ennyi pénzt pedig nyilvánvalóan nem mindenki fog kiadni a kezéből, azt viszont érdemes mérlegelni, hogy azért a 275-300 ezer forintért nem csak egy mobilt, hanem egy asztali számítógépet is kapunk, és hogyha ezt külön-külön szeretnénk megoldani, és külön-külön szeretnénk megvásárolni ezeket a készülékeket, akkor lehet, hogy ugyanitt fogunk tartani, sőt még az is lehet, hogy ennél egy kicsit följe megyünk árban. Aki viszont ezeket a tulajdonságait nem fogja kihasználni a telefonnak, annak mondjuk bőven elég lesz a Huawei P10 is, ami 200 ezer forintért már egy nagyon fasz a csúcskészülék, szóval hajrá srácok, a döntés úgyis a ti kezetekben van. Ennyit az S8-ról, és most lássuk, mik a legfontosabb tech hírek. Hivatalosan április 11-én érkezik a Windows 10 legújabb frissítőcsomagja, de aki szeretné, az már most is letöltheti. Linket találtok hozzá a leírásban. A Facebookon megjelent egy adománygyűjtő funkció, amiben elég lesz megadni, hogy milyen kategóriában és mire kell a pénz, létrehozni az adománygyűjtő oldalt, és már indulhat is a jótékonykodás. Egyelőre 6 különböző kategóriában lehet majd gyűjtést szervezni, például a természeti katasztrófák károsultjainak, vagy az orvosi segítségre szorulóknak. A funkció Amerikában már elindult, és ha minden jól megy, hamarosan hozzánk is megérkezik. Mára ennyi, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a Facebook oldalt, odalent kommentben pedig mondjátok el, hogy ti mit gondoltok az új Galaxy S8-ról. Mi egy hét múlva találkozunk, addig is ne felejtsétek, csak egészség legyen és térerő. Szevasztok!